Köszöntöm az ifjú és kevésbé ifjú nézőket. Remélem, hogy sokan meg fogják tapasztalni, hogy 2050-ben milyen lesz a közlekedés. Hát néhányan itt csak álmodunk arról, hogy vajon milyenné fog válni. Nos, akkor az álmodók névsora. Dr. Leveles László, aki a MOL részvénytársaság gyártásvezetője, igen. Kovalcsik Tamás, az E.ON Hungária ZRT-től, és Pataki István, az Innocell Kft-től. Ők lesznek előadóink a hajtás, különböző járműhajtások témakörében. Program a következő. Tartok egy bevezető előadást, a szervezők kérése szerint 30 perc, hogy be tudom-e tartani, majd kiderül, remélem igen. Utána a három előadónk tart egy 10-10 perces előadást, utána egymáshoz intézhetnek kérdéseket, vagy hozzászólhatnak egymás előadásához, és utána a közönségé a szó, bárki további kérdéseket tehet fel, illetve elmondhatja a véleményét. Mindez 8:30-ig tarthat, utána következik a zárás, és a szakkollégium szervezői meghívják a résztvevőket, legalábbis aki a végéig kibírja, az előtérben felállítandó büfébe. Ez a program, és akkor a bevezető előadásban, mint ahogy egy bevezető előadáshoz illik, én próbáltam inkább kérdéseket megfogalmazni, de természetesen nem álltam meg, hogy a véleményem valamilyen mértékig benne ne legyen a kérdésekben. Miről is gondolkodunk? 2050-es közlekedésről. Egyáltalán miért kell gondolkodnunk ezen? Miért nem jó az, hogyha azt mondja, mostanáig is közlekedtünk valahogy, na addigra egy kicsit többen leszünk, addigra egy kicsit nagyobb lesz a forgalom, na majd építenek szélesebb utat, megoldódik minden. Ugye a sima mennyiségi extrapoláció az általában nem szokott beválni. Elég sok hallgatómat látom, itt el szoktam mondani a mennyiségi extrapolációkra azt a példát, ami éppen közlekedési példa, amikor London Városi Tanácsa be akarta tiltani az egész városban a közlekedést, mert kiszámolták, hogyha így nő tovább a forgalom, akkor 30 év múlva idáig fog érni a lószar. Ez volt a mennyiségi extrapoláció, arra nem gondoltak, hogy a kipufogógáz fog idáig vagy idáig érni, mert erre akkor nem is gondolhattak, mert ez a fogalom még nem létezett. És akkor már is elmondtam az egyik okot, amiért a 2050 felé haladva a közlekedés mikéntjéről kell gondolkodnunk, az egyik a környezeti hatás. A másik vég, hogy honnan kerül üzemanyag a járművünkbe, ugye ezt nap mint nap halljuk, hogy az olaj rövid időn belül el fog fogyni. Ki hosszabb ideje, ki rövidebb ideje hallja, én koromnál fogva már elég régen, először 1973-ban hallottam, hogy 30 év múlva az olaj el fog fogyni. Jelentem, a 30 év letelt, sőt, most már lassan 40, és ma azt mondjuk, hogy 40 év múlva fog elfogyni az olaj. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Itt egy egyszerű arányszámról van szó, hogy a jelenleg ismert és gazdaságosan kitermelhetőnek tartott készletek és a jelenlegi kitermelés ütemének az aránya, nagy pehünkre ez a tört év mértékegységű számot fog kapni. Éppen mekkora? És itt a lényeg, a számlálóban levő készleten van, hogy a gazdaságosan kitermelhetőnek tartott. Ugye abban a bizonyos 73-as évben, az első olajár robbanás idejében 3 dollár per barrelről 12-re ugrott az olajár, persze akkori dollárban mérve, de mai dollárra átszámítva ez körülbelül 12-14-ről 40-re való ugrás jelent. Ma pedig tudjuk, hogy
Ja, nem tudjuk, ma még nem néztem meg, de olyan 125 dollár per barrel körül van az európai olajár. Hát csomó olyan olajkitermelési lehetőség nem tartozott a gazdaságosan hasznosítható körébe 1973-ban, amit ma széles körűen használunk. Ugye ilyen árak mellett az északi-tengeri olaj, a mexikói öbölben, Alaszka északi részén található olaj nem tartozott bele a számlálóban levő készletbe. Biztos vagyok benne, hogy az olaj nem fog 2050-ig elfogyni, drágulni fog, mert egyre drágábban kitermelhető készletekhez kell hozzányúlnunk. Ha már a múltba visszapillantottam, akkor nézzük a 20. század fejlődését. A 20. századra sok mindent szoktak mondani, hogy minek a százada. Én azt szoktam mondani, a szénhidrogének százada, ahogy a 19. század volt a szén elterjedésének százada. A 19. században 15%-ról 60%-ra nőtt az energiafelhasználáson belül a szén részaránya. Majd látjuk ezt az ábrát, ami ugyancsak 1980-ig terjed, hogy a szén visszaszorult egy 25% körüli részarányra, és a szénhidrogének szorították ki, döntően a kőolaj. Ez nem kis részben a közúti közlekedésnek köszönhető, és az olajnak ez a nagyon gyors ütemű kitermelése nyilvánvalóan az olcsó készletek elfogyásához fog vezetni. Miért írtam oda azt, hogy a bioüzemanyagtól a bioüzemanyagig tesszük meg ezt az utat? Igaz, hogy nagyon nagy kitérővel az ásványi olajokon keresztül, mert az első belső égésű motorok növényi olajjal hajtottak voltak, de kiderült, hogy annyi növényi olajat nem lehet előállítani, mint amennyire szükség lenne, hogyha jármű közlekedés nagyon elterjed, nagy mértékűvé válik. Most hol tartunk? Nagyon nagy mértékű, nagyon nagy üzemanyagigényű a közlekedés, és ismét felmerül az, hogy ásványi olajtermékek helyett próbáljunk meg növényi eredetű üzemanyagokat, bioalkoholt, biodízelt használni. Hát ez az egyik lehetőség. Nézzük meg, hogy milyen további lehetőségek vannak. Lehet, hogy van még más is, de nekem más lehetőség nem jutott eszembe, hogy 2050-ig mivel hajthatjuk a járműveinket. Ugye jelenleg vannak a kőolaj termékekkel hajtott belső égésű motoros járművek, és már terjedőben vannak azok a hibrid járművek, amelyek szintén ásványi olajat használnak föl, de egy sokkal gazdaságosabb üzemmel, kombinált belső égésű motor, villanymotoros meghajtást használnak. Miért gazdaságosabb ez az üzem? Azért, mert a belső égésű motorok fajlagos energiafelhasználása üzemállapottól függően nagyon széles határok között változik, és a gépjármű forgalom üteméhez igazodva sajnos a nagyon gazdaságtalan üzemállapotok is nagy gyakorisággal előfordulnak. Villamos hajtás nem ennyire érzékeny arra, hatásfokát tekintve, hogy alacsony terhelésen, gyorsuló üzemben hogy használjuk, tehát hogyha csinálunk egy olyan belső égésű motort, illetve egy olyan hajtásláncot, ahol a belső égésű motor mindig az optimális üzemállapot közelében tud működni, termeli a villamos energiát, és a villamos energiát a villanymotor majd olyan ütemben használja föl, ahogy azt a forgalom megkívánja. Ezzel nagyon nagy mértékben lehet a benzint, gázolajat megtakarítani. Léteznek már, és azt még nem mondhatom, hogy elterjednek, de már nagyon sok gyár állít elő hálózatról is tölthető hibrid járműveket. Mit jelent ez? Van benne belső égésű motor, ami villamos energiát termel, amit majd ő az akkumulátoraiban tárol, és akkor használja föl, amikor erre szükség van, de ugyanez az akkumulátor hálózatról is tölthető. Ez miért jó? Mert akkor a szénhidrogén felhasználás teljesen kiküszöböltem, hiszen a hálózati villamos energiából
abban megjelenik ugyan a szénhidrogén, de elsősorban a földgáztüzelésű erőnek valamilyen részaránya, viszont lehetővé tettem, hogy a sokkal nagyobb arányban rendelkezésünkre álló szénből a hajtásra, járműhajtásra közvetlenül nem használható nukleáris energiából, a járműhajtásra, hát csak a hajók esetében használható szélenergiából, és a többi termelt villany is mozgathatja az autónkat, tehát olyan energiaforrások lépnek be a lehetséges primérforrások közé, amely a belső égésű motoroknál ki van zárva ebből. Hát akkor menjünk tovább, zárjuk ki teljesen a szénhidrogéneket, és maradnak a tisztán villamos hajtású autók, amelyeket mindig hálózatról töltünk föl. Ennek ma nagyon nagy fejlesztéseit látjuk a különböző gyáraknál, azt nem mondom, hogy elérték azt a szintet, amivel versenyképessé, minden téren versenyképessé válnak a belső égésű motoros járművekkel, de haladunk abba az irányba. Nyilván 2050-ig még sok mindent megoldhatunk. További irányzat. Állítsunk elő üzemanyagot növényekből, az úgynevezett bioüzemanyagokat. Bioalkoholt, biodízelt. Illetve valamilyen módon a nehezen tárolható villamosenergia helyett a villamosenergiából állítsunk elő hidrogént, és ezt a hidrogént használjuk föl a jármű hajtására. Valahol volt olyan elképzelés, hogy belső égésű motorba használjuk a hidrogént. Ennél ma már sokkal korszerűbb megoldásnak tűnik, sőt azt hiszem a belső égésű motort teljesen kizárhatjuk ma már, a tüzelőanyag cellás energiatermelés a hidrogénből. Aztán utolsó sornak még odaírtam, hogy vannak különböző játékok, amivel többek közt hallgatóink is, meg más egyetemisták nagyon jól eljátszogatnak, ugye a fotovillamos közvetlen hajtás. Miért mondom, hogy ez játék? Nagyon jó vetélkedőket lehet csinálni belőle, a hallgatók találékonyságát nagyon próbára teszi, hogy 1-2 kilowattal hogy lehet egy járművet mozgatni? Ugye tudjuk, hogy merőleges beesésnél 1 kW per négyzetméter a maximális energiasűrűség, ami a napból talajszintre érkezik. Ez általában sivatagban, ahol nincs felhő, és pont fölöttünk van a nap, még be is jöhet. Nem véletlen, hogy Ausztráliában rendezik a legnagyobb ilyen versenyeket. És hogyha betelepítem az autó teljes felületét, ami lehet egy 5-6 négyzetméter, akkor ebből 5-6 kilowattnyi sugárzást fogok be, ami szerencsés esetben 1-1,5 kilowattnyi villamos energiát fog eredményezni. Tehát lesz egy 1-2 lóerős autóm. Hát ez az 1800-as évek autója, amelyik ilyen teljesítménnyel megy, ez nem fogja kiváltani a jelenlegi hajtási módokat, környezetvédelmi szempontokat említettem. Környezetvédelmi szempontokat úgy kell vizsgálnunk, hogy először azt nézzük meg, hogy mennyi primér energiát használunk föl egy bizonyos út megtételéhez, tehát egy adott cél elérését több vagy kevesebb primér energia hordozóval érjük el. Itt még nem teszünk megkülönböztetést abban, hogy ez milyen primér energia hordozó. Ezek a hatásfokok, hozzávetőleges közelítő hatásfokok, hiszen tudjuk, hogy egy járműmotor hatásfoka nagyon eltérő lehet, attól függően, hogy mi célra tervezték, a legtakarékosabb motoroktól a legbenzinpocsékolóbb, bakig. Ugyanígy a villamos energiatermelés hatásfoka is elég széles határok között változhat. Az első oszlopban az úgynevezett forrástól tankig terjedő energia átviteli lánc hatásfoka látható. Ez ásványi olajok esetén azt jelenti, hogy egy zsúlnyi kitermelt kőolajból hány zsúlnyi benzin kerül a benzintankba. A villamos hajtásnál pedig azt jelenti, hogy egy zsúlnyi primér energiahordozóból hány zsúlnyi eltárolt energia jut
az autó akkumulátorában, hiszen itt a benzintankot az akkumulátor helyettesíti. A tanktól kerékig terjedő hajtásláncnak a hatásfoka jelenti a belső égésű motor veszteségeit, a sebességváltó csapágyazások mechanikai veszteségeit, és látjuk, hogy belső égésű motoroknál ez egy nagyon-nagyon szerény érték. A benzin üzemű hibrid közel kétszer ekkora hatásfokot, sőt benzinüzemhez képest több mint kétszer akkora hatásfokot ad, amiatt, amit az előbb említettem, hogy optimális üzemállapot közelében üzemelhet a belső égésű motor, és akkor nézzük az utolsó sort, a tisztán villamos hajtást. A 32%-os hatásfok, hát éppen az is lehet. Lehetne 25, lehetne 45. A 32, az a magyarországi 36%-os átlagos erőmű hatásfokkal, és körülbelül 10% hálózati veszteséggel számított érték. A tanktól kerékig terjedő hajtáslánc hatásfokánál viszont itt elég nagy a bizonytalanság. Itt milyen veszteségekkel kell számolni? Elsősorban az akkumulátorokban tárolt energia visszanyerésének veszteségei, azok, amik ezt döntően befolyásolják, természetesen a mechanikus hajtásnak, fogaskerékátételeknek, csapágyaknak, itt kevesebb a fogaskerékátétel, a veszteségeit is figyelembe kell venni. Azt látjuk, hogy a villamos hajtás általában jobb hatásfokot eredményez alapenergia hordozóra visszaszámolva, mint jelenlegi belső égésű motorjaink, de a hibridek hatásfokát nem éri utol. Széndioxid kibocsátás. Ha környezeti hatásokról beszélünk, mindenkinek azonnal a széndioxid jut eszébe. Hogy most a széndioxid olyan nagy baj-e, vagy nem, ebben nem akarok foglalkozni, de mondjuk azt, hogy a széndioxid kibocsátást csökkentenünk kell. Ebben az esetben egy döntő szempont, hogy mennyi az adott úthozra jutó széndioxid kibocsátás, villamos hajtású autóknál, illetve belső égésű motorú autóknál azt látjuk, hogy ha a villamos energiát szénerőművekben termeljük meg, akkor a széndioxid kibocsátás meg fog nőni. Ha nagyon jó hatásfokú kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőműveket használunk, akkor mérséklődik, és ha sikerül közel nulla kibocsátású erőművekben termelni a villamos energiát, tehát atomerőművekben, vízerőművekben, vagy egyéb megújuló energiaforrást használó erőművekben, akkor hát egy vonalat odahúztam, mert az sem egészen nulla, de meglehetősen kicsi. És szerintem ez egy fontosabb ok, hogy gondolkodjunk a hajtás módján, hogy a lokális szennyező hatás ma már az elviselhetőség határán van a városokban, azért, mert a belső égésű motorok szénhidrogén, korom és majdnem, hogy elsősorban nitrogénoxid kibocsátása a városban jelenik meg, ahol a legnagyobb a lakósűrűség, lehetőleg légzésszint környékén jelenik meg, tehát semmi lehetősége nincs a higulásra. Míg ha áthelyezem a fosszilis energiahordozók átalakítását, mechanikai munká, hővé való átalakítását egy erőműbe, akkor lehet, hogy több tüzelőanyagot fogok elhasználni, lehet, hogy kevesebbet, de hogy a kibocsátást nagyon messze viszem, az emberek tömegeitől az biztos. Messze viszem távolságban is, és ami ugyanilyen fontos, messze viszem szintben is, mert az erőművi kibocsátások 100, 200, 300 méter magasságban jelennek meg, és nem légzés szint közelében. Végig mentem a különböző szennyezőanyagokon, azt hiszem erre több szót nem érdemes fecsérelni. Pénz. Mert levegővel élünk, de azért a pénz sem árt hozzá. Jelenleg a 100 kilométer megtételéhez szükséges villamos energia ár harmada negyede annak, mint amennyiért benzinből fel tudunk tankolni. Ez nagyon biztatónak tűnik. Azonban ne felejtsük el, hogy a benzinben
közel fele az a fogyasztási adó, ami a közlekedési infrastruktúra fenntartását szolgálja, amennyiben villamos hajtásra állna át az egész közlekedés, ezt az infrastruktúrát akkor is fenn kéne tartani, tehát valamilyen módon a közlekedésre igénybe vett villanyt vagy meg kéne adóztatni, vagy más csatornán beszedni azt a pénzt, ami ennek az infrastruktúrának a fenntartásához szükséges, és ez közel megduplázná az árat. Milyen hatással kell még számolni? A szén-dioxid kibocsátás csökkentés a villamosenergia termelésben is igény, tehát vagy atomerőműveket, vízerőműveket fogunk építeni, korlátozottak a lehetőségek, vagy szénerőműveket, de akkor a füstgázból a szén-dioxidot el kell távolítani, ez egy nagyon drága technológia, ez a villamosenergia árának közel másfélszereződéséhez vezetne, vagy megújuló energiaforrásokat kell használni, amely a vízenergia kivételével legalább másfél-kétszeres áron termel villanyt, mint a mai megszokott fosszilis tüzelésű erőműveink. Tehát szén-dioxid elkerülési stratégia a villamosenergia árát is jelentősen meg fogja növelni. És még hozzá kell tenni, hogy ez a 16 kWh per 100 km villamosenergia felhasználás, ez bizony egy kiskategóriás autónak megfelelő villamos jármű, villamos energia igénye. Óriási helyet foglal el az autóból az akkumulátor. Ugye ez a legnagyobb bajunk, hogy nem tudjuk a villamos energiát jól tárolni. Több száz kilogramm tömegű, nagyon nagy térfogatú akkumulátorokat kell az autóban elhelyezni. Tehát a héten éppen egy másik megbeszélésen hallottam azt a megfogalmazást, hogy ma a jármű hajtására szolgáló energia döntően az akkumulátor cipelésére fordítódik, és sokkal kevesebb fordítódik az utas cipelésére. És ebben nincs túlzás. Ha nagyobb, komfortosabb autókat akarok, nem gondolok arra, hogy Rolls-Royce méretű, de legalább azért egy Opel Astra megfelelő belső szabadterű autót akarok csinálni, nem lesz elég jelenlegi technológiával a 16 kWh-ra, és a következő probléma a nagyon rövid hatótávolság. Gondolom, hogy honos kollega el fogja mondani, hogy a villamos energia átvitel a Budapest-Bécs útvonalon kezdődött a 30-as években, amikor a Kelenföld-Bánhida, majd Bánhida-Győr távvezeték megépült, hogy a vasutat villamosíthassák. 80 évvel ezelőtt, hát most ugyanígy egy villamosításra kijelölt stráda a Budapest-Bécs útvonal, mert Tatabányán és Győrben létesült ilyen töltőállomás, amit egyébként itt látunk az ábrában. De az a baj, az a rossz hírem, hogy ezen a két helyen legalább meg is kell állni. Tehát a 2,5 órás Budapest-Bécs távolságról mondjunk le. A villamos autók elterjedésére nagyon sokféle előrejelzést láttam. 2020-ig 60 ezer autó, villamos hajtású autó Magyarországon, azt hiszem ez eddig a legoptimistább becslés, amivel találkoztam, természetesen nem zárható ki, én soha nem szeretem azt mondani, hogy optimisták ne legyenek optimisták, próbálkozzunk vele. Bioüzemanyag, hát nem akarom elrontani kedves kollégámnak az üzletét, ugye ezt nulla kibocsátásúnak mondjuk. Igen, a jogszabályok szerint így kell számításba venni. Valójában alig van szén-dioxid kibocsátás csökkenés a használatukkal, mert meg kell termelni, be kell takarítani, fel kell dolgozni, és hát aki már főzött pálinkát, az tudja, hogy mire a cefréből alkohol lesz, addigra nagyon sok tüzelőanyagot kell elhasználni a desztillációhoz, és akkor nem beszélek az utolsó néhány
százalék víztartalom kivonásáról, amelyik szintén nagy energia igényű. Ezt nem azért raktam ide, hogy nézzük végig a számokat, mert természetesen erre nincs mód, csak hogy lássuk, hogy milyen bonyolult energetikai folyamatokkal jutunk el ahhoz, hogy alkoholt állítsunk elő. A mérleg itt van az alján, hogy nagyobb energiamennyiséget használ föl a jelenlegi alkohol előállítási technológia, mint amennyi motorhajtóanyagot előállítunk. Igaz, hogy annak az energiának egy része lehet nem szénhidrogén energia, ami valamelyest javít a helyzeten, viszont a cukorrépa az, amiből mérsékelt égővi növények közül a leggazdaságosabban lehet előállítani. Az alkoholt egyre gyakrabban szerepel, hogy gabonafelesleg, mert nincs rá szükség, abból gyártsunk alkoholt, itt még rosszabb az energia kihozatal, és ráadásul a gabona étkezés helyett hajtóanyag célra való felhasználása, miközben a világ jelentős hányada éhezik, ez etikai problémákat is felvet, úgyhogy szerintem a jövő választékából ez el fog tűnni. Nem így a cukornád, mert ott nagyon pozitív az energiakihozatal. Egy baj van, hogy a cukornád termelés bővítési lehetőségei érdekében írtják az esőerdőket Indonéziában, Brazíliában, hogy minél több alkoholt tudjanak majd Európába exportálni, 2020-ra betarthassuk fogadalmainkat. És azt hiszem a légkör széndioxid tartalmának az esőerdők írtása többet árt, mint az a kis kibocsátás, amit mi hozzáteszünk. A hidrogén üzemanyaggal végül is csak egy, nem egy, több probléma is van. Az egyik az, hogy az előállítása rendkívül nagy energiamennyiséget igényel, nem jó az átviteli láncnak a hatásfoka. Ha nem földgázból akarjuk előállítani, akkor vízbontással, villamosenergia segítségével, ugye a földgázból állítjuk elő, megint szénhidrogént használunk. Nagyon gyenge lesz a teljes energia átalakítási lánc hatásfoka. Látom, Pataki István ráncolja a homlokát, lehet a 10% alacsony, de a 20%-ot nem hiszem, hogy meghaladja a teljes lánc. A másik baj, mert mondtam, hogy egy baj van vele, ez a következő kettő, hogy azért a hidrogénnek a járművekben való tárolása vagy technikailag bonyolult, vagy veszélyes folyamat. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy majd egy nagy nyomás alatti tartályban hidrogént rakok a járműbe, mert sajnos nem zárható ki a jármű balesetek lehetősége sem. Ezzel a rossz hatásfokkal végeztem egy hozzávetőleges számítást, hogyha vízbontással állítjuk elő, akkor vajon mennyi széndioxid, a hidrogén, akkor mennyi széndioxid kibocsátás tartozik az úthoz. Hát azt látjuk, hogy a mai járműveink 100-150 gram per kilométerre környékén mozognak ezek a számok, de ha, nem tudom, a CCS-re rövidítést lehet, hogy nem mindenki ismeri, ez a széndioxid leválasztás és eltemetésnek a technológiáját rövidíti, ami lerontja az erőmű hatásfokot és nagyon megdrágítja a termelést, viszont lényegesen lecsökkenti a villamos energia termeléshez kapcsolódó kibocsátást. Ez megint Pataki Istvánnak a száma, ez a 7125 megawatt lenne szükséges a hidrogén előállításhoz folyamatos üzemben, akkor, hogyha teljes mai szénhidrogén felhasználást a jármű közlekedésben ki akarnánk váltani. Ha 7125 megawatt értékelhető teljesítőképességre van szükség, akkor ez atomerőműben, szénerőműben legalább 10 000 megawatt beépített teljesítőképességet jelent. Látjuk, hogy ennek a beruházás igénye, hát
ezeket a számokat manapság úgy lehet mondani, hogy hány magánnyugdíjpénztári vagyon kell hozzá, hogy ezt elérjük. A szélerőművekről már ne is beszéljünk. Ami az aktualitását adja a 2050-es dátumnak, hogy az EU-nak van egy célkitűzés sorozata 2050-re, városban ne használjunk belső égési motort, ugye környezetvédelmi okokból, ezzel nagyon egyet lehet érteni. A nagy távolságú áru- és személyszállítás ne közúton, hanem csökkenő arányban történjen közúton, nagyobb arányban vasúti vagy vízi közlekedéssel. Légitársaságok csökkentsék a széndioxid kibocsátásukat, illetve a hajózásban is következzen be 40% csökkenés. Nem azért írom a kételjeimet, mert azt mondom, hogy betarthatatlan dolgokat mondtak, csak kíváncsi vagyok, hogy fogja ezt az emberiség 2050-ig megoldani. És a kérdés az, hogy van-e valakinek ötlete, hogy kell megoldani, milyen kétségeim vannak? Akkor a város határában autót fogunk cserélni, hogy a városon belül ne legyen belső égésű motoros közlekedés? És hogyha nem autót cserélek, csak hajtásmódot, mert országúton használhatom a benzinüzemet, és az ott megtermelt villamos energiával járok városba. Ugye Magyarországon minden ilyen szabállyal megfogalmazott játéknál az első kérdés, hogy tudom átverni a hatóságot, aki ezt előírja nekem? Ki fogja tudni ellenőrizni, hogy átkapcsoltam-e villamos üzemre Cinkotánál, amikor bejöttem a városba? A távolsági személyes áruszállítás vasútra terelése vagy vízi közlekedése fölvet olyan gondokat, hogy az áru meg fog romlani sokkal lassabb. A vasúti szállítás, ha romlandó árut szállítunk, tulajdonképpen ma is meg lehetne tenni. A vízi közlekedés fejlesztésére óriási lehetőségek vannak, különösen egy olyan országban, mint Magyarország, amelyet a Duna köt össze nagyon sok európai országgal, de egyenlőre mégis a szállítatók kifizetődőbbnek tartják a közúti szállítást. Valószínűleg itt szigorú kötelezések nem fognak segíteni, itt csak a gazdasági ösztönzőket lehet úgy alakítani, hogy hát tereljük át. Hogyan? Például jobban megadóztatják a kamion közlekedést, csak egy baj van. Tudjuk, hogy a közúti fuvarozóknak, kamionosoknak borzasztó nagy a tiltakozó képessége. Ugye Chilében ez egy igen komoly rendszerváltáshoz vezetett, és hát fiatal kollégák talán nem, de mi idősebbek jól emlékszünk az 1990-es taxi sztrájkra, ami nem csak Budapest életét, hanem a fél ország életét bénította meg. A repülés. Mi az, hogy fenntartható tüzelőanyag? Egyébként sem szerettem ezt a fogalmat, mert a tüzelőanyagot a repülő fent fogja tartani, remélhetőleg. Ugye ez a bizonyos bioalkohol nem lesz erre a célra alkalmas, talán a biodízelhez hasonló anyag, de akkor viszont egy nagyon korrekt széndioxid mérleget kéne rá csinálni, nem pedig jelszavakat, üres jelszavakat írni a zászlóra. Hajózásban hogy lehet csökkenteni az energiafelhasználást? Lassabban menjen a hajó, kisebb legyen a közegellenállása, fényesebbre csiszoljuk az oldalát, hogy ne legyen a vízhez súrlódás. Hát itt azt hiszem sokkal inkább az jöhet szóba, hogy a széndioxid kibocsátó hajtást kell csökkenteni, és szóba jöhet például a nukleáris meghajtás. Katonai célú tenger alatt járókon nagyon jól bevált, jégtörőkön bevált, de megint arra kell hivatkozni, idősebb emberek emlékezhetnek arra, hogy kereskedelmi hajó, Otto Hahn nevű kereskedelmi hajó is működött már nukleáris meghajtással, jó, hogy most már jó régen kivonták a forgalomból, amikor már 10-100 megawatt nagyságrendű teljesítmény kell egy hajó meghajtására, szóba jöhet a nukleáris meghajtás.
Hát azt hiszem, hogy az Energiaklub nincs itt, úgyhogy elmerem mondani, hogy ez egy megoldás lehet. Köszönöm a figyelmüket.